vége előtt nem voltál ugye az első háromban. Tudtad, hogy hol tartasz? Nagyjából láttam, hogy hol tart a fordulóknál. Milyen volt ez? Mi volt a titkának az utolsó 50-nek, mint az előtte lévő 3-50-nek? Hát először is azt beszéltük edzőmmel, hogy nem szabad nagyon elkezdeni ezt az egészet. Inkább beosztottam az erőmet, és az utolsó 100 méterre alapoztam mindent, hogy előtt ami lesz. Ezt nem gondoltam volna, hogy beszeles, nem tudom, hogy csinált mondja. Ha látom, van elődöd, aki már így tud a törülni testen, de van minek örülnél. Igen. Nagyon hát nagy eredmény. Ez meglepett, hogy 400 gyorsan, amikor elvileg vegyes úszó vagyok, és nem tudok itt van. Nem is vártad ezt magadtól? Ezt nem, tehát én úgy jöttem ki igazából erre a versenyre, hogy majd döntőbe jöttek én annak előnyével. Ugye ez volt az érdekes, hogy az előfutamból mindenki azt mondta, hogy majd a Kalmár Ákos bejut a döntőbe, már ott ugye letetted a mérégyedet azzal, hogy negyedik lettél. Tehát már tényleg a reggeli úszás is jól ment. Tehát valami előjele mégiscsak volt ennek az előfutamból. Persze volt. Már igazából csúcs plusz egyet úsztam délelőtt. És ugye délelőtt sokkal nehezebb úszni, meg jobban is fáj. Úgyhogy ugyanígy voltam Latanyában is. Ott pedig meg is úsztam a saját, vagyis az egyéni legjobbamat. Úgyhogy most erre nem számítottam, hogy ráadásul 50 alá bejövök, mert itt a nyáv ugyanennyit tudtam ugye, amennyi délelőtt. Úgyhogy én most nagyon örülök ez. Gratulálunk neked, fantasztikus, jól kezdődött a világbajnok. Folytatódjon is így. Köszönöm. Köszönöm szépen.